és az Isten megbocsát. De hogyha én nem engedem be az Istent, amikor a Jézus az ajtóm előtt áll és kopog kívülről, nincs kilincs. Ő nem a tek, nem fogja rám rúgni az ajtót. Munkám során gyakorlatilag megelevenedik az ige. A gonosz, ahogy megpróbál megölni, kezdettől fogva gyilkos és csaló és hazug, ahogy megpróbál egzisztenciákat tönkretenni és embereket elpusztítani. Ugye a hit fénye is bevilágítja ezt a munkát, ugyanakkor az ördög sötétségével is nap mint nap találkozunk. De Krisztus erejére meghajol minden hatalmasság az égben, a földön és az alvilágban. Úgyhogy Krisztus ereje ezt meg tudja törni, Isten irgalmas, Isten megbocsát, meg akar nekem bocsátani, de nekem ezt kérnem kell, mert nem egy diktátor. Egy cigány emberben nagyon sok frusztráció felgyülemlik, miközben én egyébként így klasszikus értelemben nem tartom magam cigánynak, de félig az vagyok, és az édesanyám, aki fölnevelt, ő is az. Édesapám az alkohollal folytatott csatában sajnos alul maradt, és így édesanyámnak egyedül kellett fölnevelni a bátyámat és engem, és ez a rendszerváltással megspékelve, ez egy mondhatni elég nehéz helyzetet teremtett. Korán ilyen kulcsos gyerek lettem, aztán meg egy ilyen felnyírt hajú pánk, aki így körbe stoppolta és hajléktalankodta az országot, így az utcán levés minden veszélyével és bűnével. Alapvetően egy ilyen függésre hajlamos személyiség voltam, aki nagyon sokat tudott fogyasztani mindenből, így mindenből, és hogy így nagyon, nagyon magas amplitúdon tudtam megélni a dolgokat, és ebben mindig ott volt a veszély, hogy belezuhanok a szakadékba. Nem zuhantam bele, valami megtartott, de igény lett volna rá. Én nagyon keményen tudtam küzdeni, és aki ebben lepergett mellőlem, ebbe a küzdelembe, az engem nem érdekelt. C'est la vie. Az ahol fűrészelünk, ott húlik a forgás. Nekem diploma kell, nekem ez kell, nekem az kell, nekem az kell, hogy a világ essen hanyat attól, hogy én milyen nagyon okos vagyok. És az, hogy képes lettem arra az alázatra, hogy bűnbánatot tudja gyakorolni, hogy segítséget tudja kérni, hogy el tudjam fogadni, nem én vagyok a legerősebb, nem én vagyok a legokosabb, nem kell nekem mindig megmondani a tutit mindenkinek. Ez az Isten nélkül nem működött volna. És a lelki haldoklásomnak azt hiszem ez volt a eklatánsabb jele, hogy én nem tudtam értékelni azokat a sikereket, amiket elértem, mert alapvetően nem szerettem magam. És ez volt az, amitől én nagyon szenvedtem, hogy és hogyha még mélyebbre megyünk, akkor az nem szerettem magam, de azt se hittem el, hogy szerethető vagyok. Úgyhogy kellett ez a repedés a szívemen, amin keresztül be tudott világítani. És akkor azért eszembe jutottak nekem a régi imáim, meg hogy az Istennél azért talán van valami megoldás. A nagy áttörés az akkor jött, amikor elmentem az Új Jeruzsálem katolikus közösség által is szervezett ez az a napra. És ott éreztem meg a Szentlélek jelenlétét, a Szentlélek kegyelmét, és onnantól kezdve datálhatóan már törekedtem átadni az életem irányítását az Úrnak. Ugyanaz a barátom, aki elvitte az ezt az a napra, mondta, hogy menjünk el szentségimádni, és mondtam, hogy az nem létezik, hogy én mondom, ott térdeljek két órán keresztül egy ostya előtt, bocs. És én nem tudom, hogy ott mi történt, ezt én nagyon nem tudom leírni szavakkal, de hogy ott konkrétan megéreztem a Krisztust, az ilyen letaglózó volt, és akkor a pap, aki vezette a szentségimádást, még oda is hozta hozzám is az oltári szentséget, és megáldott vele. Annyira közel jött hozzám az Úr, hogy onnantól kezdve datálom azt, például ezt a hitigazságot, hogy ott abban tényleg a Krisztus van.